Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Zsinórban három rangadót is megnyert a Tamási csapata a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. A Bonyhád és a Dombóvár legyőzése után az őszi idény utolsó előtti fordulójában a még listavezető nagyformában lévő Tolnát látták vendégül a három afrikaival felálló koppánymentiek, és egy rangadóhoz méltó mérkőzésen az egyik legnagyobb rivális legyőzésével egy fordulóval a zárás előtt visszavették a vezetést a táblázaton. A sárgamezes hazai Tamási csapat már a felállásával is jelezte, fölkészült a mérkőzés előtt egy ponttal többet gyűjteni még előtt álló tabellai lovas Tolna VFC-ből. A Jambe Haruna Ato előretolt afrikai égpáros mögött négy középpályás vonult fel. A játékosoknak a gyors tolnai támadások sírájában való elfolytása, a megszerzett labdák megjátszása, kombinatív játéka volt a feladata. A mérkőzés összképét tekintve sikerült a taktikai terv, sem Szili, sem Királyházi, sem a játékot hátulról szervező, kapura is nagyon veszélyes gólerős Pál Ahilles nem tudott gólveszélyes helyzetbe kerülni a mérkőzés nagy részében, míg a három afrikai és a soraiban tudó sárga hazaiak többször is. Kétszer a kapufa mentette meg egyébként a tolnaiakat a góltól. Ennek ellenére még a kékek híve is optimistán várhatták a második félidőt, mert hogy ekkor még egy-egyet mutatott az eredményjelző. Szünet után alapvetően minden úgy folytatódott, ahogy az abba maradt. Kiegyenlítettebb lett ugyan a játék, közelebb került a gólszerzéshez Buzás Attila csapata, de a játékot még mindig kontrolláló Tamási támadásokban jobban benne volt az újabb gól, a győztes találat megszerzése, ami még a játékrész közepén meg is született. Mégpedig egy nagyszerű, a Tamásiakra egyébként jellemző, szemre is tetszetős támadás végén, amikor is előbb középen, aztán a jobb szélen egyérintős játékkal, a sakknyelven szólva, mattolták a vendégek védelmét. Miután a középen érkező Stojanov fejelt center pozícióból a bal alsó sarokba. 2-1, ez maradt a végeredmény is. A lefújás pillanatában örömtüzet gyújtott a meccset végig verselő éneklő Tamási B közé. Igazából a zárás, tehát meg kell zárni a befele, az volt a... Lezártátok a területet? Igen, a területet. Az volt, arról koncentráltunk az egész meccs, mert az fontosabb, mint a játék, aztán kifele indulunk. A másik afrikai támadó Ato is végig gólveszélyes volt, Jondó remekelt a védelemben és a középpályán, ám a magyar mag is hozta, ami tőle elvárható. Köztük az idősebb játékosok is, mint például Szél Csaba, aki már ikonikus figurája a Tamási focinak. 4-4-2 klasszikus szisztémbe játszunk, és ottan nincs nagyon emberfogás, hagyjuk ki, jön a labda szélére, akkor támadunk, vagy jön a passz, jön a középhátvéd vele, tehát ez ilyen egyszerű. Csak sokat kell mozgatni jobbra-balra, sok benne a futás, és ennyi. Vagyunk többen rutinosabb játékosok ebbe a csapatba, és mostan összealakítottunk egy olyan fiatalság, rutinság, hogy ez működik. Amennyiben az utolsó fordulóban Dunaföldváron is nyer a Tamási, miért is ne, mindenképpen őszi bajnokként zár, 5 ponttal megelőzve a Tolnát, és egyel a Bonyhádot, abban az esetben persze, ha a Völgységiek a Kakasdot a zárófordulóban esélyesként legyőzik. A legjobbak között végzett a szekszárdi rendőrkapitányság egyik vizsgálója a terror elhárítási központ által szervezett küzdősportgálán. Bogáncs Gergő judóban és grapplingben is a harmadik helyezést érte el, maga mögé utasítva ezzel sok kollégáját. A fiatal rendőr 18 éve judózik, korábban volt már országos válogatott kerettag is. Gyerünk, Gergő! Tatami széléről bíztatták és videózták kollégája szekszárdi rendőrkapitányságon vizsgálóként dolgozó Bogáncs Gergőt. A fiatal rendőr Budapesten a terrorelhárítási központ által szervezett budó és küzdősportgálán képviselte Tolna megyét. Harmadszor indultam, így 7 éve mióta felszálltam a rendőrséghez, most indultam harmadszor ezen a TEK budó és küzdősportgálán. Egyébként minden évben indulok ilyen BM judo, országos judo versenyen.
Ezen a TEC Budapest Küzdősport Gálán most először indultam két versenyszámba is. Judóba indultam mínusz 73 kg-ban, és grapplingbe mínusz 75 kg-ban. Az országos versenyen a rendvédelmi szervek dolgozói vehettek részt. Gergő a választható 5 szám közül judóban és az ahhoz hasonló grapplingben küzdött. Grappling, annyit kell tudni, hogy hasonlít a judóhoz, de mégse ugyanaz, más szabályrendszer van, illetve ez inkább ilyen földharc jellegű. A grapplinge kezdődtek a versenyek, ott három meccsen volt, ebből kettőt nyertem, egyet veszítettem, és így bronzérmes lettem. Közben pedig ugye ment közben a judó is, mondjuk, tehát volt olyan, hogy a grappling egyébként végeztem, mentem át a judó szőnyegre, ott pedig 4 meccsen volt, kettőt nyertem és kettőt veszítettem, és ott is bronzérmes lettem. Úgy volt meghirdetve, ugye, hogy először lemegy a grappling főtart, és akkor már csak ilyen 11 délve kezdődik a judó. Hát sajnos volt egy kis csúszás, mert sok nevezés volt, és így gyakorlatilag egyben ment a kettő. A grappling az ugye nekem fárasztott, mert ott az 5 perc az gyakorlatilag az végig megy, míg judóban van egy ippon jellegű akció, akkor ott vége a mérkőzésnek. Jó, elfáradtam már ebbe a grapplingbe. Én úgy gondolom, hogyha nem vagyok olyan fáradt, akkor a judó a második hely még meg lehetett volna, az első az sajnos nem. A szekszárdi rendőrnek nem ez volt az első versenye. 18 éve judózik, és korábban már országos válogatott kerettag is volt. Jövőre újra elindul a versenyen, addig pedig, amikor a munkája engedi, szekszárdi mestereivel edz, akiknek azt mondja, a mostani eredményt is köszönheti. Én itt judózom, ugye mondtam, 2001 óta körülbelül a szekszárdi Gemenc Judo Klubnál. Ide járok le edzésekre, ahogy a munkám engedi. Heti egyszer mindenképp leszoktam menni, hát ha úgy engedi a munka, akkor többször is. Ezúttal is szeretném megköszönni a felkészítést edzőimnek, Szepesi Józsefnek és Szepesi Dávidnak. Bogáncs Gergő a TEC versenye óta már újabb sikert is magáénak tudhat. Most hétvégén egy országos versenyen lett 5. helyezett. Az NB1-es SAK csapatbajnokságban az ASE dupla fordulóval kezdett idegenben. Makó és Dunaharaszti ellen is magabiztos győzelmet aratott, így vezeti a tabellát. Az NB1 Bézsgárda itthon ült asztalhoz az újonc Biatorbágy ellen. Remek évet zárta a tavalyi szezonban az ASEM NB1B-s sakcsapata, dobogon végeztek a bajnokságban. Idén is megkezdődtek a csapatversenyek, jól kezdtek, hiszen míg a másodosztályban a 4. fordulón vannak túl, addig az első osztályban most rajtolt a megmérettetés, így visszajátszhattak a játékosok, aminek meg is lett az eredménye. 3-ból 3 győzelmet arattak Berta Tiborék. Mai mérkőzésünk az kicsit másképp néz ki, ugyanis az M1-es csapat, ahogy mondtam, most kezdett. Ennek köszönhetően ugye a M1-es játékosok távoztak a csapatomból, illetve néhány hiányzója van az M1-es csapatnak. Ugyan külföldiekkel pótolták, de egyik alapemberemet, a Dankázi Andrist is el kellett, hogy vigyék a csapatból. A mai ellenfelünk pontosan mögöttünk áll a második helyen a mostani bajnokságban. Rangadónak minősíthető, függetlenül attól, hogy ők újoncok, de olyan újoncok, akik már megjárták az NB1-t, olyan játékosokkal, akik már rendelkeznek tapasztalattal. Kiki mérkőzést várok, nem bocsátom jóslásba, nyilván szeretnénk nyerni, de sok mindentől függ, hogyha az elején az első 6 osztályban sikert megtartanunk az ellenfelet, ugye ott erősebbek, úgy gondolom, hogy a hátsó táblákon képesek lehetünk a magunk javára folytani a mérkőzést. Én bízom benne, hogy a folytatás sikeres lesz. Nem vált be Berta Tibor jóslata. 8-4-re kikaptak Biatorbágytól a paksiak. Így 3 győzelemmel és 1 vereséggel a 2. helyen állnak jelenleg a tabellán. A keretünk egy picit változott azzal, hogy a Szente Varga Fuzsina visszatért Olaszországból. Ugye kint volt egy évig, ott tanult. Ő mindenféleképpen erősítése lehet a csapatnak. Illetve ami reménykeltő, van egy nagyon tehetséges fiatalunk, a Tancsa Tamás, ma kezdi megkezdte a további pályafutását, de ma mai nappal fog tartósabban szerepelni a csapatban, ugye most ugye van hely az NB1-es játékosok támadása miatt. Mindenféleképpen erősítésnek gondoljuk őt, hogyha játszani fog, ezt az edzők véleményére alapozom én. Úgyhogy
velük mindenféleképpen bővült a csapat, úgy gondolom. Egy ifjú paksi reménység is asztalhoz ült, a mindössze 11 éves Tancsa Tamás 5,5 éve ismerkedett meg ezzel a sporttal. Napi 8 órát csakkozik, mondja. Az edzéseken és a partikban is a taktikázásban kimagasló. Az ifi tábla stabil tagja lehet a jövőben. Kiderül, hogy a 11-es táblán fogok játszani, ezért az utolsó pillanatban tudtam meg, és elég nehezen tudtam így készülni. Hát, és harmadszorra ülök az asztalhoz, egyszer kikaptam, és egyszer megnyertem. Tóth Gergely már 10 éve stabil csapattag, bár egyetemi évei alatt kisé kijött a játékból. Én 6 éves korom óta sakkozom, mikor elkezdtem az általános iskolát, akkor ismerkedtem meg igazából a sakkal, és a legjobb évem a csapatbajnoki szempontjából a gimnázium évek végén volt, és remélem, hogy most, hogy befejeztem az egyetemet, egy kicsit több időt tudok viszont fordítani a sakra, és egy kicsit vissza tudok jönni a játékba. Az NB1B-s csapat legközelebb decemberben Tapolcán, míg az élvonalbeli gárda Budapesten a pénzügyőr vendégeként ül asztalhoz. Mint ahogy a magyar sikersportágakban, általában a sportlövészetben is országosan kiemelkedő néhány műhely nevéhez fűződik a legtöbb nemzetközi siker. Európa-bajnokságokon és világbajnokságokon, valamint a világkupákon elért dobogós és értékes első 10-beli helyezés. A szekszárdi évadzáró rangos nemzetközi verseny alatt az egyik legkiválóbb hazai, a Légfegyveres Sportlövőklub, a Komáromese vezetőedzőjével beszélgettünk a sportág aktualitásáról, a tartós nemzetközi sikeresség itthoni feltételeiről. Örvendetes, hogy egy olyan értékmérő versenyen, mint a Hungarian Open, az EB helyezettektől, világkupa győztesektől hemzsegő mezőnyben, három nap, három szakákban, légpuskában, pisztolyban és hutócéllövésben, két korosztályban, a juniorok és a felnőttek között lezajló számos versenyszámban a magyar sportlövők 12 elsőséget szereztek Szekszárdon. Vannak műhelyek, akik felszínre hozzák, kinevelik a tehetségeket évtizedek óta. Ezek egyike Komárom, amely már hosszú idő óta a légfegyveres szakák hazai fellegvára. A klub karizmatikus, kitüntetett szakedzője Kisvárda István, aki részt vett már 3 olimpiai játékokon, 2 ifjúságin, és versenyzőivel együtt ő is a 2020-as tokiói olimpiára készült. Voltam még Máltai Szövetség kapitány rövid ideig, és ott voltam a Kisország olimpiáján is. Hát ezt összeszámoljuk, ez 6 vagy 7 hetedik olimpia. Ha természetesen meg kell szereznünk a olimpiai kvótát, a részvételi jogot, és ez iszonyú nehéz lesz. Ugyanis itt egy nemzetből 3 versenyezhetnek összesen, versenyszámonként 2 versenyezhet nemzetenként. Légpuskában újabb nagy tehetség bontogatja szárnyait az argentinai ifjúsági olimpiai bajnok Pekler Zoltán személyben. Ha azt veszik, hogy ebben a szakágban a világ szűkebb elitjébe tartozó világkupa győztes Sidi Péter és az újpesti nemzetközi szinten komoly eredményekkel rendelkező, még fiatal versenyző Péni István is rendelkezésre áll, bizony beütött Puskában jelenleg a bőség zavara, csak 2 lehetnek ott a tokiói olimpia lőállásaiban. Kicsi Péterről is feledkezzünk el, hiszen ő a nagy öregi ennek a sportnak, ő első komoly tanítványa volt, én tisztában a kveti képességeivel. Én úgy gondolom, hogy egy olimpia benne van még bőven, és szerintem még érmet is tud szerezni. Amint fegyver adható a gyerekek kezében, ez 10 éves korban lehet, már is járják az iskolákat, alapos tehetségkutatást végeznek az érdeklődés felkeltésével a komáromiak. Elég sok sportág ugye előbb elviszi a gyerekeket, és hozzánk tényleg azok jönnek, akik nagyon szeretnék ezt a sportot űzni, és hát ezekkel a gyerekekkel kell dolgoznunk elsősorban. A másik a kiválasztás, meg az egyéb dolgok, ugye Ázsia-Európa összehasonlításában, és Ázsia azért előnyösebb helyzetben van, ugyanis több olyan nálunk elmaradottabb országban, úgymond, akiknél egyetlen kiugrási lehetőség egy gyereknél az, hogy sportról legyen. Ez nem vonatkozik a Hungarian Open-en feltűnő japán és dél-koreai többségében juniorokra, hiszen ők nagyon fejlett országból érkeznek, a sportban is óriási lehetőségekkel. Ám így is nagyon sokan akarnak sportlövészetben bizonyítani,
óriási a merítési lehetőségük a magyarországi viszonyokhoz képest. Őket a nagy-nagy szorgalommal és fegyelmezettséggel dolgozó sportági talentumokat kellene legyőzni az Európában az első öt közé tartozó mieinknek, hogy újra legyen felnőtt világbajnokunk, hova tovább olimpiai bajnokunk, nem csak a légfegyvereseknél, hanem a robbanófegyveres szakákban is. 19 egyesület több mint 200 versenyzője vett részt a pécsi országos egyéni és dupla köteles kötélugró bajnokságon. Az esemény kiemelkedő jelentőségű, hiszen 15 éve nem volt hasonló megmérettetés a régióban. Az országos bajnokságot szervező szalántai kötélugróese évekig informális keretek között működött, majd két évvel ezelőtt alakult sportegyesületté és csatlakozott a Magyar Ugróköteleseknek Szövetségéhez. Akrobatika, ügyesség, játékosság és látványos koreográfiák. Ez a kötélugrás. Sok sportágban használják, főként állóképesség, gyorserő, koordinációs képesség és ritmusérzék fejlesztésére. A sportág a 70-es években Amerikában fejlődött ki, és ma már világszerte számtalan sportoló űzi. Magyarországon a kötélugrás a 80-as évek végétől van jelen. Idén Pécset rendezték az országos egyéni és dupla köteles kötélugró bajnokságot, ahol gyorsasági és szabadon választott versenyszámokban mérték összetudásukat a sportolók. Hát nekem nagyon megtetszett ez a sport, és elsős korom óta csinálom. Mit szeretsz jobban, a gyorsaságit, vagy a szabadon választottat, és miért, azt mondd el, Léci? A szabadon választottat szeretem, azért már nagyon jó elemek vannak. A gyorsasági versenyszámban 73-at csináltam, és a szabadon választottban pedig két hibám volt. Gyorsasági 74 lett, szabadon választott egy hiba. Erre számítottál? Hát gyorsaságiban nem. Nem? Jobbra számítottál? Igen. És miket szoktatok csinálni edzésen? Gyorsaságizunk, meg új elemeket gyakorlunk. Mi a célod neked ezzel a sportággal? Világbajnok szeretnék lenni. Az országos bajnokságot szervező szalántai kötélugró ese évekig informális keretek között működött, majd 2016-ban alakult sportegyesületté, és csatlakozott a Magyar Ugrókötelesek Szövetségéhez. Hú, hát én már nagyon régóta foglalkozom ezzel, még gyerekként az általános iskolában, ahova jártam, ott volt két pécsi edző, akik ezt nekünk tanították. Itt Pécs környékén egyébként nem volt annyira jellemző ez a sport, nem volt elterjedt, inkább az északi régiókban. Mi voltunk így szalánta, és volt egy pécsi csapat, akik itt a környéken űztük. Amint mikor gyerekek voltunk, ugye kifutottunk az általános iskolából, gimnáziumban már nagyon kevesen folytatták tovább, így aztán itt a környéken ez megszűnt. És amikor én gimnazista voltam, a 18. életévemet betöltöttem, akkor elhatároztuk a testvéremmel, hogy ezt azért ez nem tűnhet el, ez egy annyira különleges és ritka dolog egyébként, hogy ezt folytatni kell valahogy. Így aztán a szalántai iskolába, ahova jártunk is, általános iskolába visszamentünk, a tanárok ott szívélyesen fogadtak minket, és az ottani gyerekeket elkezdtük ott oktatni. Hát ennek már 9 éve. Azóta hát voltak próbálkozásaink, hogy csapattá alakuljunk, és akkor ez több-kevesebb sikerrel, ilyen fél évig ment, utána nem ment, tehát ilyen nagyon viszontagságos körülmények között alakultunk végül egyesületté. Ez egy ilyen 8 éves kemény küzdelem volt, amikor végül lett egy ilyen kemény mag, egy 15 fős csapat, akikre akkor elkezdtünk építkezni. És egyesületi egyébként 2 éve alakultunk, akkor is voltunk az első versenyünkön, és akkor a gyerekeknek a fejlődési üteme az így ugrásszerűen hirtelen megnőtt. Ahogy az első versenyen részt vettek, úgy a versenyrutint megszerezték, onnantól kezdve a fejlődésük nagyon-nagyon látványos. Most mi még ebben gyerekcipőben járunk, de itt a nagy kluboktól sokat tanulunk ezen a versenyeken, és a gyerekeknek az eredményein is ez látszik. Az idei országos bajnokságra 19 település több mint 200 versenyzője nevezett a kisgyerekektől a felnőtt korcsoportig különböző kategóriákban, az egyéni és csoportostól egészen a double dutch versenyszámokig. 9 éve üzem. Hát elsőből láttam meg az edzőimet, hogy felléptek az iskolánkba, és akkor ez nagyon megtetszett, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy irassanak be is irattak. Hát én 6 éve üzem. És azért választottam, mert ugye a nővérem is ugrókötelezett, és akkor kipróbáltam én is, és megtetszett, és folytattam tovább. Hát én azt várom a versenytől, hogy minél jobb eredményeket érjek el, meg hogy magamhoz képest többet csináljak. A kedvenc versenyszámom nekem is a szabadon választott gyakorlat, azért mert az
mi döntjük el, hogy mi legyen benne, és szerintem ez, nekem ez nagyon tetszik. A kötélugró versenyek gyorsasági számaiban az számít, hogy adott idő alatt hányszor lépi át a versenyző jobb lába a kötelet. A szabadon választott gyakorlat pedig a sportág látványosabb része. Itt fontos az ügyesség, a kreativitás, az akrobatikus tornaelemek használata, valamint az összhang, a versenyző mozgása és a zene között. Szifu Mádai Norbert kelet-európai főinstruktor a tanulóknak és mestereknek szemináriumon oktatta két napon keresztül a Wing Chun Kung Fu-t Pécsett. A Kung Fu ezen ága az egyetlen olyan ősi kínai harcművészet, melyet egy apáca hozott létre több száz évvel ezelőtt. Az alapító Shaolin harcos papnő volt. A szeminárium vasárnap vizsgával zárult. Az itt szerzett fokozatokat világszerte elismerik. A Wing Chun jelentése gyönyörű tavasz, így hívták azt a kínai lányt, akiről a stílus kapta a nevét. A kung fu ezen ága az egyetlen olyan ősi kínai harcművészet, melyet egy apáca hozott létre több száz évvel ezelőtt. December első hétvégéjén Szifu Mádai Norbert 9-es mesterfokozatú kelet-európai főinstruktor tartott szemináriumot Pécsett. Hát elég régóta rendszeresen utazom, mert az iskolákban a vizsgáztatás és a továbbképzés része az rám hárul. De mindig nagy örömmel megyek és tanítok, különösen Pécsre, mert egy meghalt, de nagyon tisztességes és becsületes régi tanítványom tette el ennek a harcművészetnek itt az alapjait, úgy hívták, hogy Szabó Ferenc, úgyhogy mindig egy kicsit emlékezés is az, amikor itt vagyok. Hát én azt gondolom, hogy egy óriási harcművészeti közösség, a világban több millió ember gyakorolja, Magyarországon is nagyon erős. Hogyha megosztunk valamit a Facebookon vagy az interneten, akkor az első lájkolók, az első 20-ban kínai biztosan van. Úgyhogy el lehet mondani, hogy a magyar kung fu, a magyar Wing Chun az a világviszonyban is számon tartott és jegyzett iskola. Miután a Wing Chun-t egy nő alapította és a kezdeti időszakban nők gyakorolták, az ellenfél erejének a kölcsönvétele, a brutális erő elől való kitérés és a gyenge pontok támadása, szóval jellegzetesen női fifikára és női gondolkodásmódra épített harcművészet. A Wing Chun maga a név is tulajdonképpen egy lánynak a neve, egy Yin Wing Chun nevű lánynak, akit erőszakkal feleségül akartak kényszeríteni a falu erős fiújához, de ő más szeretett, és ezért egy Shaolin apácához fordult segítségére, aki egy év alatt egy új kungfu stílussal, amit annyira féltettek akkoriban, hogy még nevet sem adtak neki, megtanította őt, és fogadást kötött a erős fiúval, hogy ha a lány győz egy kihívásos küzdelembe egy év múlva, akkor a szíve választotja, hogy mehet. Ha veszít, akkor viszont viheti az erős fiú. Úgyhogy a Wing Chun-nak a kezdete egy szerelmi történet is egyben. A Wing Chun kung fu oktatása kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett. Apáról fiúra szállt a tudás egészen a 70-es évekig, amikor az akkori nagymester kezdte nyilvánosan is oktatni. Az ő tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírűvé tette ezt a stílust. A szemináriumra Szekszárdról is érkeztek tanítványok. Elkezdtem az iskolában egy atlétika nevű sportágat űzni, viszont nem nagyon tetszett, és fél év után kiiratkoztam, viszont kellett valamit sportolnom, ezért a Wing Chun-t választottam. Heti kétszer van edzés, hétfőn és csütörtökön, és általában erőléti gyakorlatok is vannak, viszont technikai is. A Wing Chun kung fu hatékonysága abban rejlik, hogy az apácanő a technikák kidolgozásakor figyelembe vette a matematika és a fizika törvényeit, az emberi anatómiát és a puszta fizikai erő helyett az értelemre, a gondolkodásra, gyorsaságra, könnyedségre helyezte a hangsúlyt. Ugyanakkor a világ számos pontján a rendvédelmi és katonai egységek is alkalmazzák hatékonysága miatt. Hál' Istennek Pécset nem csak ez az egy klub van, több klubunk van, külön vannak gyerekcsoportok, külön felnőtt csoport, női, illetve különböző csoportok vannak, és hát a más régióban is, a Tolna-megyei régióban is, Szekszárdon is működik klubunk, úgyhogy hál' Istennek sokan vagyunk. A szeminárium mindig egy új tananyagot mutat nekünk, hiszen nagyon fontosak a régiek is, de mindig hoz nekünk olyan érdekességeket, amit akár 20 év után is öröm tanulni. A Wing Chun vizsgarendszere 4 szintre osztható fel. Ezek a tanuló, a technikus, a gyakorló és a mesterfokozatok. A pécsi szeminárium vizsgával zárult. Az itt szerzett fokozatokat világszerte elismerik. Ennyi fért mai sportműsorunkba. Jövő kedden találkozunk. Addig is viszontlátásra.